A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, holnap becsengetnek az általános és középiskolákban itt Székesfehérváron is. Vendégeim a stúdióban Vizi László Tamásné, a Tóparti Gimnázium igazgatója, és Makainé Vida Bernadetta, a Vörösmarty Általános Iskola igazgatója. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Hát egy kicsit mosolygósan köszöntem be, de amúgy így az embernek a lelke azért egy kicsit vérzik, nekem 4 gyerekem van, és most mindenki elkezdi az iskolát, nem az egyetemista nem, de többiek elkezdik az iskolát. Hát lezárjuk ugye ezt a nyarat. Milyen volt ez a nyár így pedagógusként? Ki tudták magukat pihenni? Nem volt annyira hosszú azért az idő most sem. Én nagyon remélem azt, hogy sikerült azért a pihenésre is időt fordítani a kollégák részéről. Amennyire csak lehetett, a szabadságot igyekeztünk a mi iskolánkban úgy szervezni, hogy a lehető leggyorsabban a feladatok elvégzésével és az előző tanévzárása után kiadható lehessen. És hát 21-től dolgozunk részünkről, de miután a tanévrendje lehetőséget biztosított arra, hogy még további napok kiadásra kerüljenek, így ezt az időszakot még 2 szabadságnappal meg tudtuk hosszabbítani, úgyhogy remélem, hogy mindenki ezt is megfelelően tudta hasznosítani arra, hogy feltöltődve érkezzen a holnapi csengetésre. Én is csak csatlakozni tudok ehhez. Én nagyon bízom benne, és illetve hát az alakuló értekezleten ezt is láttam, hogy a pedagógus kollégáim tényleg kipihenten és feltöltve érkeztek vissza az első értekezlet időpontjára. Teljesen nem volt zárva az iskola, mert a technikaiak dolgoztak, úgyhogy abszolút előkészítették, teljesen kitakarítva, felfrissítve, feldekorálva várjuk mi is a holnapi csengetést. Egy kicsit azért még hozzáteszem, hogy nálunk már elkezdődött, mert az elsősök már most is ott vannak a gólyatáborban, éppen tőlük jöttem ide, úgyhogy ott már ott vannak a kis csillogó szemű, oviból kikerült első osztályos kisgyerekek, és nagyon élvezik. Ugye holnap már elkezdődik az iskola, én azt tudom, hogy azért elég nagy feladatok vannak ilyenkor még, ugye, hogy az az intézmény úgy várja a gyerekeket, ahogyan elköszöntek tőle, vagy talán még attól egy kicsit jobban felújítva. Mi a helyzet a tópartival, hiszen ha jól tudom, akkor nem ugyanott a tóparton várják a diákokat holnap, hanem hol? Hát igen, nekünk nagyon nagy feladataink voltak itt a tanévzárás környékén is, ami mindenkit, aki a tópartihoz tartozó felnőtt volt és diákot is érintett, hiszen össze kellett pakolni azon a 6500 négyzetméteren úgy, hogy mi a szeptember 1-jét másik épületben fogjuk köszönteni. Én azt hiszem, hogy elég jól működött ez a dolog, nagyon oda kellett figyelni, jól meg kellett szervezni, közben ne felejtsük el, hogy a tanévzárás csak egy dolog, azért az érettségi időszakát is úgy kellett már irányítani, hogy aki nem érettségiztetett, akár pedagógusról, akár technikai kollégáról volt szó, az ő feladatukhoz olyan módon kellett meghatározni, hogy minden dobozba tudjon kerülni, felcímkézve tudjuk, hogy melyik termekben, melyik helyekre, telephelyekre lehet elszállítani, hogy a legszükségesebbek viszont egészen biztos, hogy az új feladat ellátási helyünkre kerüljenek. Nagyon sok munka várt, még innentől különösen a technikai kollégáimra, akinek innen is szeretnék mindenképp nagyon nagy köszönetet mondani, mert elképesztő fizikai munkát végeztek abban a rekkenő hőségben, amit azért már a nyár ezen időszakában tudtunk tapasztalni. És ehhez hadd tegyem hozzá, hogy már én voltam, úgyhogy kollégák, menjünk már el egy kicsit szabadságra, és odaálltak, és igazgatónő még ne, mert még ezt és ezt meg kell csinálni. Roppant megható volt a dolog, és tényleg csak hálával tudok gondolni arra, hogy mennyire szívből jövő volt az a gondolat és az a tenni akarás, amivel azt akartuk elérni, hogy már most úgy tudjunk mindenkit az új épületbe várni, hogy az ökkenőmentességet tapasztalni lehessen. És hát ugye elkövetkezett az a pillanat, amikor a segítségre is szükség volt, úgyhogy szeretném megköszönni azt is, hogy az önkormányzat és a tankerület megadta azt a lehetőséget, amit én nem tudtam volna saját erőből természetesen megoldani, de a költözéshez a technikai hátteret maximálisan biztosították, úgyhogy így örömömre minden terem és minden lehetőség, ahol tanórát tudunk tartani, most berendezés
se került már. Én hasonló módon tudom azt elmondani, hogy mi is készülünk úgy az új tanévre, hogy én is gólyanapról jöttem el, tekintve, hogy a mai napra vártuk mi is a kimenő évfolyam mentorálásával a bejövő diákokat. Hallhatóan nagyon jól érzik magukat, és tényleg birtokba vették az iskolát. Ez csak úgy lehetett, hogy úgy hoztuk létre a megfelelő tanítási és a közösségi terekhez a környezetet, hogy mindenki jól érezhesse magát, és mindjárt hadd mondjam el, hogy pont a bevezetőmben lévén, hogy matek szakos vagyok, bár mindenki ismeri ezt a problémát, mondtam el a gyerekeknek, miután az iskolában használatos, különleges dallamcsengőt átadtuk vinni, és ezzel jeleztük, hogy a program indul, és utána elmondtam és gratuláltam az évfolyamoknak, akik jelen vannak most, mert azért egy nagyon-nagyon régi matematikai problémát mi megoldottunk. Ugyanis a tópartiban, köraulában zajlottak eddig ezek az események, és most viszont a téglalap alakú, négyzet alakú aulában mentünk le, és éppen mondtam, hogy így történt meg, tehát ez a sok-sok évszázad óta adódó probléma, hogy hogy kell a kört négyszögesíteni, úgyhogy történelmi pillanatot is megélhettük ezzel. Úgyhogy én bízom benne, hogy mindez a rengeteg előkészítés, rengeteg munka alkalmat fog adni arra, hogy tényleg zökkenőmentesen, kicsit másféleképpen szervezve az életet, de valóban nagy kalandot fogunk megélni ebben az egy évben, abban bízva, hogy nyáron megint nagy munka vár ránk, és vissza tudunk költözni a gyönyörű iskolánkba. Majd még egy kicsit visszatérünk így az intézményre, hogy miért kellett költözni, és hogy mi történik most a tópartiban. De ugye a Vörösmarty iskolában mi történt a nyáron, milyen felújítások történhettek meg? Mi szerencsések voltunk, mert beleestünk abba a mosdó felújítási programba, amiben elég sok iskola benne volt itt a tanév folyamán, úgyhogy igazából teljes mosdó felújítása és mindenféle ilyen kiszolgáló helyiségek felújítása megtörtént. Nyáron igazából csak tisztasági festéseket kellett nekünk most így ennek kapcsán megvalósítani. Előtte volt a tornaterem teljes felújítása, udvar felújítás kapcsán pedig a sportpályák készültek el, egy vadonatúj kosárlabdapályával gazdagodtunk, aminek nagyon-nagyon örültünk. Ugye itt már szóba jött a gólyanap. Szerintem csak a gólyák azok, akik talán így várják az iskolakezdést, hiszen ők nekik egy új intézmény, új emberek, új arcok. Hogyan szervezik meg ilyenkor a gólyanapot? Mennyit ismerhetnek meg a gyerekek, a diákok az egyes intézményekből? Ilyen feladatokat, vagy egyáltalán hogyan kell elképzeljünk egy ilyen gólyanapot? Hát ennek a szervezéshez már bőségesen az előző tanév végén nyilván el kell, hogy kezdődjön, amikor egyáltalán elkezdjük tervezni, átgondolni, hogy mi mindent szeretnénk besűríteni ebbe a néhány órába, amikor várjuk a következő diákokat. A gyerekek, akik a mentoráló osztály, magyarul a végzős osztályok tanulói, hihetetlen ötletekkel és borzasztó ügyes megoldásokkal keresik meg azokat a közösségépítő játékokat, programokat, amikkel egyáltalán a csoportokat is, az osztályokat is egymáshoz közel tudják hozni. És hát most azért jelen helyzetben az egy más kérdés, hogy közösen ismerkednek azzal a területtel, ahol aztán utána teljes magabiztossággal kell mozogniuk. Akkor még ehhez hozzáteszem, hogy ez ugye egy tervezési időszak, amikor konkretizálunk, az azt jelenti, hogy a múlt héten az osztályok képviselői megérkeztek azokkal a forgatókönyvekkel, programokkal, amiket a mai napon prezentáltak a gyerekeknek. Azt is hozzá kell tennem, hogy nyilván fel vagyunk készülve A és B variációval, ha teremben vagyunk, ha esik az eső, hogyha az udvarra lehet kimenni, és így tovább, de fantasztikusan átlátják ezeket a lehetőségeket, nagyon ügyes ötletekkel jönnek, és mindig nagyon érzékelik azt, hogy mi az a bizonyos csatorna, amit el kell hagyni, mert bármi veszélyforrással jár, és erre én külön büszke vagyok, mert ez nem kell sokáig magyarázgatni, hogy mit, miért nem lehet esetleg megvalósítani, persze megokolva, hanem pontosan arról szól, hogy teljes felelősséggel, de azzal az igazi fiatalos pezsgéssel hozzák össze ezeket a programokat.
Vörösmarty iskolában milyen a gólyanap, vagy a gólyatábor? Vagy... Hát nálunk természetesen, mivel más korosztályról beszélünk, teljesen más. Itt nálunk a pedagógusok készítik elő, tervezik meg és valósítják meg ezeket a napokat. Itt nagyon nagy izgalommal és félelemmel érkeznek, azt látom a szülők, illetve a gyerekek is. Ugye itt most majdnem csak pici óvodásokról beszélünk, hiszen ők még egy-két hónappal ezelőtt az óvodá csoportjaiba jártak, és így 6 évesen belecseppennek az iskola életébe. Nagyon-nagyon szeretem egyébként én is, meg a pedagógusok is, mert azért jó ilyenkor, mert teljesen egyedül vannak az épületben. És ilyenkor csak rájuk figyel minden pedagógus, csak velük foglalkozik, megpróbálják bemutatni magát, a közlekedést az épületbe, mit hol találnak, hol tud elmenni mosdóba, hol a tornaterem, hol van az ő saját kis termük, ebédlő, és a többi, tehát, hogy mindent egyedül fel tudnak fedezni, és nagyon-nagyon jó, mert egy kis biztonságérzetet szereznek, és mire holnapra becsengetnek, és jön a többi gyerek, tulajdonképpen már másokkal bátrabban és örömmel jönnek az iskolába. És ezt a hatalmas figyelmet, ami tulajdonképpen most csak rájuk zúdul, ők nagyon élvezik is. Éppen most, bocsánat, jöttem, és éppen az egyik kislánytól mondtam, hogy kérdeztem, hogy milyen a gólyatábor, és azt mondta, hogy szuper, nagyon jó programok vannak, nagyon élvezzük, és képzeld már, csak egyet kell aludnom, és kezdődik az iskola, úgyhogy ők már tényleg nagyon várják, pedig már ott vannak. Az biztos is. Milyen egyébként így a szeptember 1-i évnyitós nap? Hogyan kell elképzeljük az intézményekben? Gondolom, van egy formális része, és utána mi történik a gyerekekkel, a diákokkal? Hát a mi nap, holnapi napunk az 4 tanóra idejét fogja lefoglalni. Az első órában az egyik legfontosabb feladatot nyilván el kell látni, és most nagyon speciálisan is, hiszen egy más épület szerkezetről és más környezetről beszélünk, úgyhogy mi rögtön az első órában a balesetvédelmi oktatást megtartjuk a gyerekeknek, hogy ez semmiképp se akadályozza azt, hogy abszolút biztonságban tudják magukat, és tudják, hogy mik azok a feltétlenül fontos szabályok, amelyekre oda kell figyelni, különösen még egyszer hangsúlyozom, hogy egy más környezethez kellett most alakulnunk. Utána pedig fogunk tartani egy rövid, de remélhetőleg élménynek megfelelő tanévnyitót az iskola teljes részvételével. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye nem kellene feltétlenül tartani, ez saját döntés alapján megy az intézményekbe, és akkor, amikor az egyik ünnepi évünk alkalmával szerveztünk egy nagy évnyitót, akkor a gyerekeknek az az igénye támadt, és ezt hadd húzzam sokszorosan alá, hogy a gyerekek igényét elégítjük ezzel ki, hogy legyen tanévnyitó és legyen tanévzáró, hiszen egy munka kezdetét, egy hosszú időszak kezdetét valahol el kell indítani, kell, hogy legyen egy origó, amitől elindulunk. Hozzáteszem, hogy ez azért egyenruhás jelenlétet is követel, és számokra ez is teljesen egyértelmű, és éppen ezért szervezzük meg mi mindig az évzárót is, mert azért egy jól végzett munka megérdemli azt, hogy ünnepélyes keretekbe zárjunk. Na de hát vissza az évnyitóról, évnyitóhoz, ez az első órában történik meg, tanórai kereteket tekintve. A második órában a bejövő évfolyam, hát bután fog hangzani, de ez volt a legcélszerűbb, és ez most már hosszú évek tapasztalata mutatta, hogy ez így jó. A csoportok kialakításáért nyelvi felmérő dolgozatot fognak írni, ami azért kell, hogy megtudjuk azt, hogy a nyelvi csoportokat hogyan kell kialakítanunk, és ez követni fogja ezt a csoportbontást, a matematika, illetve az informatika órák csoportbontása is, tehát ez egy oktatás szervezési kérdés megoldását is kell, hogy jelentse. Ez alatt az idő alatt a többieknek természetesen az adategyes, amelyek feltétlenül szükségesek, hogy pontosan működjön, az, hogy a tankönyvek, amely ingyenesen most is mindenkinek a rendelkezésére áll, kézbe tudjon kerülni, hogy adminisztratív egyéb feladatokat meg tudjunk oldani, ehhez szükségesek a további órák. Úgyhogy ez általában az osztályfőnök jelenlétével, illetve a nem osztályfőnök kollégáimnak a segítségével szokott megvalósulni, és hát akkor délben befejezzük a tanítási időszakot, hogy az első finom menzai ételt meg is lehet enni. Nálunk általános iskolában a tanév nyitó az elsősorban szintén az elsősökről szól, ugye nekik
tulajdonképpen most kapják meg a nyakkendőt, az iskolai nyakkendőt, és az egyenruház egy nagyon ünnepélyes keretek között a nyolcadikosok segítségével felavatjuk őket, úgymond vörösmartis diákokká, úgyhogy ez itt még mindig ők vannak a középpontban nálunk, ami inkább évzáró és záró esemény, ez a ballagás ugye a nyolcadik év végén, úgyhogy a számukra pedig az a hangsúlyosabb ünnepély. Nálunk is az első nap hasonlóan fog alakulni, a ligetsori épületben első órában nálunk is tanévnyitó lesz, és akkor ezek után fogják megkapni a tankönyvcsomagokat a gyerekek, amik már oda vannak készítve a padokra. Nagy örömünkre természetesen ingyen minden kisdiák megkapja a tankönyvcsomagot, és akkor utána osztályfőnöki órák keretén belül kialakulnak a közösségek, megbeszélik az első nap menetrendjét, és akkor utána megkapják az órarendet, és akkor indulhat a tanév. Mennyien lesznek most elsősök ebben a tanében osztályos? Most, igen, nálunk most két ugye hely van, egyrészt a liget soron ott van 30 kisgyerek, és 25 körüli kisgyerek van a Farkasfermi úti tagiskolában. Egy kicsit másképp alakul egyébként az évkezdés a tagiskolában, ma lesz még már 5 órakor a tanévnyitó ünnepély. Úgyhogy ők egy másik közösségben, másik helyszínen kezdik, ott 5 osztályban dolgozunk 110 gyerekkel, illetve a liget soron pedig a holnap reggeli tanévnyitás. És akkor ez két osztályt jelent, ugye, a tagiskolása? Így van, egyet a tagiskolában, egyet pedig a székhelyen, illetve hát ott a székhelyen ott meg 450 gyerekkel dolgozunk. A tópartiban mennyien lesznek az újoncok, hiszen azért több évfolyam van. Már úgy értem, hogy 4-es, 5-ös, 6 osztályos. Így van, így van. Összes a bejövő évfolyamunk létszáma 161 fő, és az iskola teljes létszáma 711. Szép számok. Mindenhez, a sok-sok gyerekhez azért ugye szükség van pedagógusra. Mi a helyzet az intézményekben a pedagógusokkal? Mennyire állnak rendelkezésre? Voltak-e, akik elmentek? Voltak-e, akik jöttek újak? Mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz találni szakembert, tanárt? Hát szerencsére minden órához megvan a megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógusunk, természetesen elsősorban főállásban, vannak részfoglalkozású kollégák is, és vannak óraadók is, akikkel dolgozni tudunk, van közöttük nyugdíjas visszafoglalkoztatott is, úgyhogy ez nagy segítség mindenféleképp, hogy így is tudunk számítani a munkára. Azt hiszem, hogy ha az a kérdés, hogy mennyire könnyű vagy nehéz találni szakembert, hát bizony az igazgatónak sok-sok feladata van vele, hogy ez megvalósuljon. Nyilván megvannak azok a csatornák, ami a pályáztatáshoz kötelezőek, és amikor ez hivatalosan megjelenik, utána lehet bármi más megoldást is keresni, úgyhogy mindent kihasználva azért meg lehet találni az embereinket, de ez nagyon komoly feladattal jár együtt, ezt azért meg kell mondanunk őszintén. Nálunk is hasonló a helyzet, én is nagy örömmel mondom, hogy tulajdonképpen úgy indítjuk az évet, hogy 100%-os szakos lefedettséggel tudunk minden osztályban tanítani. Ez nem zárja azt ki, hogy azért volt év végén, aki másik iskolába vagy máshol folytatta a munkát, tehát volt, aki elment, volt, aki érkezett, tehát azért egy ilyen természetes váltás szerintem így belefér. Nem is volt több egyébként, mint az előző években megszokott volt, de az nagyon fontos, hogy minden szakon, minden osztályban szakos pedagógus tud tanítani. És tulajdonképpen nincs hiány. Na hát ezt azért örömmel halljuk, szerintem mindenki örömmel hallja. Mi a helyzet így a 2023-24-es tanévvel az egyes intézményekben? Milyen főbb események várhatók mondjuk a Vörösmartisúliban? Hát mi is egy nagy újdonsággal készülünk, vagy nem is annyira újdonság, mert már a tavalyi évben egy együttműködési megállapodást kötöttünk a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenő Akadémiával, és már tulajdonképpen most már második éve dolgozunk velük együtt, úgyhogy nálunk ez a sportvonal erősítése, ez a pedagógiai programba is bekerült, és nagyon rajta vagyunk azon, hogy egy sportiskolai osztály az akadémia támogatásával megvalósulhasson és induljon. Tulajdonképpen már a mostani elsősök felvételénél is ez egy szempont volt, hogy bekerüljünk. Mi már évek óta figyelünk arra nagyon, hogy ez az iskola másként program, ez jelen legyen az iskolában, hogy tényleg örömteli legyen a gyerekek számára a tanulás, és a motiváció az úgy legyen fontos a tanulás iránt, hogy legyen egy belső késztetés, egy inspiráció arra a gyerekben,
hogy örömmel jöjjön és szívesen tanuljon, mert akkor sokkal könnyebb a pedagógus számára is a motiválás. Ez a legfontosabb egyébként az iskolában, meg az, hogy biztonságosan el tudják kezdeni. Azt gondolom, hogy az általános iskola ez egy alapozó oktatás, tehát nekünk nyilván a középiskolai évekre kell felkészíteni őket, úgyhogy itt nagyon-nagyon fontos az, hogy biztonságosan és lehetősége legyen a maximális tudás kibontakoztatására. Hát a Topartit nagyjából ismerjük egyébként, hogy milyen képzést nyújt a diákoknak, tudjuk is, hogy milyen főbb események szoktak lenni, de most így az új intézményben, hát az átköltözés után mi várható? Hát én nagyon szeretném, és ezt is beszéltük meg a vezetőtársaimmal, és utána kibővített vezetőség ülésen is, hogy a hagyományainkat szeretnénk megtartani maximálisan. Nyilván bizonyos dolgokból engednünk kell, tekintve, hogy a környezet másra ad lehetőséget, de elhagyni nem nagyon szeretnénk. Tehát amit hagyunk kihűlni, azt elég nehéz utána újra tűzbe hozni, úgyhogy ez azért az alap ebben a történetben. Én remélem, hogy most is meg tudjuk valósítani azokat a legfőbb elképzeléseinket, amelyek eddig is jellemeztek bennünket, úgyhogy erre tudom azt mondani, hogy azért ezeket a dolgokat nem a GPS koordináták határozzák meg, hanem az, hogy valójában mit szeretnénk, és mi az, amit fontosnak tartunk, és mi szerint szeretnénk az életünket élni. Szerencsére a gyerekek is motiváltak arra, hogy ezt a változást, ezt ahogy mondtam, és tényleg ezt szeretném továbbra is erősíteni, hogy egy nagy kalandot élünk meg, de a nagy kalandnak mindenképp jellemzője kell annak lennie, hogy az eredményességet és az élményszerűséget nem szabad elengedni, ehhez maximális támogatással szeretnénk mindenképp hozzájárulni, és mindent megvalósítani, ami eddig is az életünkben benne volt. És ugye ez a megvalósítás, ez most akkor a Bori Jenő iskolában lesz, vagy hát épületileg ugye ott, ahol a Igen. Bori Jenő általános iskola volt, és mi történik ez alatt az egy év alatt a Tópartival az épülettel? Hát aki sétányon végigmenve egy icipicit rákukucskál, mert nem is azt mondja, hogy bekukucskálni, mert gyakorlatilag nyitottá vált az iskola azzal, hogy a rengeteg üvegfelület kikerült, hiszen egy nagyon nagy energetikai felújítás alá került, ami gépészeti felújítást is jelent, továbbá az összes nyilászárónak a cseréjét. Senki nem gondolná, hogy 2500 fölötti az a mennyiség, ami nyilászáróba cserére fog kerülni, tehát elképesztő számokkal kell dolgozni. Mellette pedig természetesen lesz egy icipici szerkezeti átalakítás, különösen a földszintet illetően, egy modernizálás egészen egyszerűen, ami az oktatás változásával szükségszerűvé vált, és erre szerencsére a tervek és a kivitelezés megadja a lehetőséget. És hát, mint lehet látni, gyönyörű szép lesz a külső megjelenése majd ennek az iskolának, hiszen már vannak olyan részek a patak felőli oldalon, ahol a fehér köveknek a tisztításából valóban gyönyörű, vakító fehérségű dolgokat lehet a burkolaton most már látni, úgyhogy tényleg egy nagyon különleges látvány lesz, így egy komplexumként az SKK épületével az, ami majd elkészül, és remélhetőleg jövő nyár elején újra birtokunkba fog kerülni. Holnap elindul ugye az új tanév. Milyen elvárásaik vannak így igazgatóként az iskolával kapcsolatban, gyerekekkel kapcsolatban, a diákokkal kapcsolatban? Biztos, hogy maximalizmus, tehát minden téren, de a legfontosabb az, hogy örömmel jöjjön iskolába, és élvezze azt, amit a pedagógus és a diák így együtt meg tud valósítani. A Vörösmarty iskolának milyenek, tehát akik ott végeztek, azok hogyan tudnak tovább tanulni? Van-e ilyen, biztos tudják azért, hogy mennyire tudnak aztán gimnáziumba tovább tanulni? Lehet-e ezt tudni, hogy milyen irányban tanulnak tovább a diákok? Igen, a nyolcadikosok 20%-a körülbelül gimnáziumban és általában székesfehérvárhelyi gimnáziumaiban találja meg a helyét. Van, aki egyébként elköltözés vagy bármi miatt Pestre is, vagy Balatonfüred, a két tannyelvű gimnázium, az is közkedvelt egy-egy esetben, de a zöme, a tanulóink zöme a Székesfehérváron, illetve még nálunk nagyon közkedvelt a szakképzésben a szakközépiskolák utódjaként a szakcentrumban való továbbtanulás, és hála Isten a középiskolák visszajelzései alapján nagyon reálisan tudják megválasztani a gyerekek, vagy nyilván szülői és pedagógus segítségével a középfokú intézményt, mert megállják a helyüket és hozzák azokat a jegyeket, amivel elmentek.
Ugye én kérdeztem itt az elvárás, de mindjárt rögtön mondom is, hogy ugye 65. lett most az országos 100-as listában a Tóparti, ez egy gyönyörű eredmény, gratulálunk. Hogyan lehet mindezt elérni, ezt a 65. helyet? Akkor nyilván olyan képzést is kell adni a diákoknak, hogy ezt tudják teljesíteni. Igen, hát ez vitathatatlanul így van, és ahogy az előbb arról volt, hogy vajon mi az, ami az elvárás, hát az, hogy örömmel jöjjenek, ez az középiskolára is igaz. Én rendkívül fontosnak tartom, és mindannyian úgy érzékeljük, hogy azért ez szükséges, hogy egy abszolút motiváció is legyen a gyerek részéről. Meg is van, hozzáteszem, hogy az a családi elvárás, tehát a családi háttérnek is ez az elvárása, és ennek is kell megfelelni. Tehát ez mind hozzátartozik ahhoz, hogy eredményességet lehessen kimutatni. Az, hogy ez az eredmény hogy jön létre, hát először is a mindennapok munkáját minősíti, amiből, mint látszik, vannak még kiemelkedő teljesítmények, amelyek ugye pontot hoznak ahhoz, hogy ez a hely megszerezhető legyen. Feltétlenül oda kell figyelni a tehetséggondozásra, a tehetség felismerésére, ezt ápolni kell, motiválni kell, versenyeztetni kell. Ez nem mindig egyszerű, egyébként el kell mondani, mert néha eléggé meg kell azzal küzdeni, hogy elhitessük a diákkal, hogy ő alkalmas arra, hogy ezt a megmérettetést vállalja, és utána pedig várhatja a jó eredményt belőle. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez azért mindenképp egy olyan társasjáték, amitől ez az eredmény jön, ami valahol ott kezdődik, hogy a nagyon felkészült és rendkívüli tudással és tapasztalattal rendelkező tantestületünk alkalmas arra, hogy az a diák sereg, aki hozzánk jár, minden tudását és minden motivációját ki tudja használni, és azt erősíteni tudja. És az minden területen jól érzékelhető, itt a tanulmányi területről, a kulturálisról, a sportteljesítményről, művészetéről nem is beszélve, ez mind-mind benne van ahhoz, hogy ezt az eredményt el lehessen érni. Ugye mindenketten elmondták, hogy fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, a diákok jól érezzék magukat. Mennyire vannak önök szerint leterhelve a diákok így a tanulmányt tekintve? Biztos, hogy nagyon leterheltek, és ezért is nagyon fontos, hogy a tanulás mellett, tehát ezeket a készségfejlesztéseket, sport, mozgás, ének, zene, rajz, készségórákat is nagyon komolyan vegyük, és tényleg legyen idejük és legyen lehetőségük arra, hogy azokon a tanulós tantárgyak mellett kicsit tudjanak ők is regenerálódni. Hát nálunk azért is nagyon nehéz, ugye, mert elég sok sportoló jár hozzánk, és ugye a kötelező tanulás után gyakorlatilag ők mennek edzésre, vagy valamikor már az uszodából érkeznek, tehát az első óra előtt túl vannak egy-két edzésprogramon. Nyilván ez nagyon-nagyon pontos időbeosztást kívánt tőlük, hogy tudjanak teljesíteni. És hát kell, hogy a gyerekben benne legyen ez az inspiráció, hogy én ezt szívesen csinálom. Tehát, hogy nem ráerőszakolni, hanem tényleg szívesen csinálja, vegyen benne részt, mert akkor lehet eredményt, és akkor lesz hatékony az egész tanulás. Nem egyszerű, biztos, hogy nem egyszerű. Ön hogy látja, hogy mennyire vannak a gimnazisták leterhelve így tanulmányilag? Nagyon. Nagyon sok minden területet kell tudniuk, ismerniük, nagyon komoly elvárásrendszer van velük szemben. Szerencsére annyi változás azért adódik mindenképp, hogy el lehet indulni bizonyos irányokba, tehát a NAT20 a 11-12. Évfolyamon azért egyfajta rugalmassággal már az érdeklődési kör maximális kielégítésével azért lehetőséget ad egy bizonyos szabadságfokra. Ettől a 34 órát továbbra is az iskolában kell tölteni, ez azért elég magas óraszám, hogyha belegondolunk. Ehhez ugyanúgy nálunk is hozzá kell járulni a sok minden más kiegészítésnek ahhoz, hogy azért ez a lendület, ami az év elején már tapasztalható, még megmaradjon. Nyilván nálunk egy annyiban változás kell, hogy legyen, hogy a gyerekeknek azért ez a 11-12. Évfolyam az előző két évfolyamhoz képest már egy olyan célirányos felkészülést kellene, hogy jelentsen, hogy legalább nagyjából tudja, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz.
Nyilvánnak szoktam elmondani, hogy nem az a kérdés, hogy pontosan melyik intézménybe akarsz menni, és hol foglalsz magadnak helyet a nagy előadóba, hanem azt, hogy egyáltalán mi az a pálya, vagy mik azok a pályák, amik vonzanak téged, hogy lehessen tudni, hogy melyik az az irány, amiből a többletet fogod vállalni, mert ott bizony vállalni kell, még akkor is, hogyha bizonyos könnyítések ugye az új felvételi eljárásban, felsőfokú felvételi eljárásban azért adódtak. Én azért büszke vagyok arra, hogy továbbra is megmaradt a gyerekekben az a saját magukkal szembeni elvárás, hogy az emelt szintű érettségikre jelentkezzenek, hogy továbbra is nyelvvizsgákkal a zsebükben távozzanak tőlünk, ami legjobban mutatja, hogy a 151 érettségiző diákunkból 209 darab nyelvvizsga volt a zsebükben, ami nyilván azt jelenti, hogy nem is a középfokkal kezdték, hanem eleve már az emelt nyelvvizsgákat, felsőfokú nyelvvizsgákat csinálták meg. És azért ez egy jó dolog, mert ehhez azért azokat a alapozásokat úgy kellett elkezdeni 9-10-ben, hogy ez az igény megmaradhasson bennük, és azért ez azt hiszem, hogy sokat jelent azzal kapcsolatban, ami a szülői ház oldaláról az iskolával szemben, és ezen keresztül a saját gyerekkel szemben is megvalósul. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak, és hát így az iskola kezdés előtt egy nappal tudtunk beszélgetni az önök intézményeiről, és hát tényleg egy nagyon jó 2023-24-es tanévet kívánok önnek, önöknek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a köztér vendégei voltak Vizi László Tamásné, a Tóparti Gimnázium igazgatója, és Makainé Vida Bernadett, a Vörös Marti Általános Iskola igazgatója, akikkel nyilván az iskola kezdésről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.